Elmondhatjuk, hogy a lilafehér futballszurkolók már nagyon várják, hogy kedvencük újra pályára lépjen a bajnoki mérkőzéseken. Hogy ez mikor történhet meg? Nos, erről is kérdezem vendégemet, Kabát Pétert. Szevasz, Peti! Szia, Gábor. Tudom, hogy edzésről jöttél. Jól nézel ki, nem látszik semmi rajtad. Hogy vagy? Jó, jó, köszönöm, hála Istennek. Úgyhogy tényleg edzésről jöttem, mint ahogy mondtad. Elég könnyű edzés volt, hiszen tegnap kupa meccsünk volt. És két nap múlva játszunk a Vidi ellen, nagyon nehéz meccsre számítunk, úgyhogy ilyenkor azért nem szokott olyan nagy edzés lenni, de jól esett, úgyhogy tök jó volt. Néhány szurkoló azt gondolta, hogy már a Magyar Kupa mérkőzésen is pályára lépsz, bár én azt érzem, hogy az edződ jól döntött ebbe a csúnya időbe, esős időbe, szeles időbe, óvta az öreg embert. Te hogy érzed? Hát lehet, hogy igen, ez is benne van, hiszen azért múlt hét szerdán játszottunk egy utolsó felkészülési meccset, ott egy kisebb húzódást szenvedtem, úgyhogy lehet, hogy ennek is tudható be, de én is úgy érzem, hogy így jobb volt, hogy nem rizikoztunk, hogy esetleg rásérülök, úgyhogy most teljesen 100%-os állapotban érzem magam, úgyhogy remélem, hogy a hétvégén ott tudok lenni a keretbe. Törökországot ne ugorjuk át, mert azért aki szereti a focit és szeret téged, Péter, az minden egyes hírt várt, hogy vajon tudsz-e dolgozni rendesen, ott vagy-e a csapattal, végigcsinálod az edzéseket, és csak kizárólag jó hírek jöttek. Tehát el lehet mondani, hogy az a törökországi edzőtábor olyan volt, hogy az egészséges Kabát Péter végig dolgozta? Igen, az volt a célom januárban, amikor elkezdtük a felkészülést, hogy az egész úgymond felkészülés végig tudjam csinálni a csapattal, hiszen ez óriási szükség van ahhoz, hogy itt tavasszal mindenki jó erőben legyen, köztük én is. Az elején egy kicsit azért óvatosabb voltam a lábam miatt, hiszen azért nagyon sokat kihagytam, de én úgy érzem, hogy az első két hétben itthon készültünk, igaz műfűvön, de Törökországban 12 napot nagyon jó körülmények között, nagyon jó pályán, erős ellenfelekkel játszottunk, és azt mondhatom, hogy igen, végigcsináltam. Az összes edzőmeccsen valamennyit azért pályára tudtam lépni, úgyhogy én végigcsináltam az egész felkészülést, úgyhogy úgy érzem, hogy jó erőben vagyok. Az edzőmérkőzésekből egyet szeretnék csak kiemelni, a bukarestit, a Steaua meccset, ami után, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy ilyen erős csapat talán nincs is a magyar bajnokságban. Szerintem nincsen. Tényleg? Egyébként tényleg, hát nem csak úgy mondtam. Én így is éreztem, mármint belül a pályán, de szerintem ezzel a csapattársaim is, akik játszottak ezen a mérkőzésen, szerintem ugyanígy vélekednek. Tényleg egy nagyon erős csapat ellen játszottunk. Igaz, hogy a felkészülés kellős közepén voltunk, napi két edzésünk volt, általában meccs napon is délelőttönként edzés volt, úgyhogy azért meg voltunk dolgoztatva, és egy elégelés ellenfélre játszottunk, hiszen nagyon sokat passzoltak, gyorsak voltak, dinamikusak, látszott rajtuk, hogy egy igazi profi csapat, de én azt mondom, hogy a második fél időben lehetőségeink voltak. Sajnos a végén egy gólt kaptunk, így kikaptunk 2-0-ra, de én azt mondom, hogy a második fél idő alapján lehetett volna döntetlen is. Azt mindig felvetődik az a kérdés az emberekben, akár a hozzáértőben is, vagy csak a szurkolóban, bár a szurkoló ért a labdarúgáshoz, hogy mennyi konzekvenciát lehet levonni ezekből az edzőmérkőzésekből, felkészülési mérkőzésekből? Hát itt elsősorban én szerintem a fizikai megterhelésen van a hangsúly. Itt az edzőnk is elmondta, hogy nem csak 100%-ig az eredmény a fontos, hanem itt az a lényeg, hogy összeszokjunk azokat az elemeket, amiket az edzéseken gyakoroltunk, meg gyakorlunk, azokat ő visszalássa. Ezekből azért szerintem jó sok mindent meg tudtunk valósítani. Igaz, az eredmények nem úgy alakultak itt kint a négy edző mérkőzés alkalmával, de itt mondom a fizikai megterhelés volt a egyértelmű a hangsúly, és azt mindenki végig tudta csinálni, beleértve magamat is. Jó telet zártatok, jól szépen edzettetek, mert beszéltem az edzővel is, meg a Vig Petivel, a pályaedzővel is, hogy itthon is jól dolgoztatok, és elutazott a csapat Törökországba, de úgy tudott elutazni a csapat Törökországba, hogy itthon, én nem botránynak vagy balhénak mondom, de azért egy kicsi
ilyen homokszem kerülhetett a gépezetbe, a homokszemnek a neve pedig az, hogy Diánye. Mi a véleményetek? Tehát teljesen most nem játékosnak, hanem mint egy öreg, nagyon jó sportembernek, mi a véleménye arról, hogy egy szerződésben élő szerződéssel bíró játékos ezt megtette? Mindenkinek megvan a saját maga véleménye, én szerintem, csapaton belül is egyénileg, nekem is megvan. Nem nagyon foglalkoztunk ezzel, itt az első egy-két napban volt erről szó az öltözőbe, de utána már senki nem foglalkozott, mindenki a saját maga meg a csapat feladataira koncentrált. Nekem is megvan a véleményem, én ezt nyilatkoztam is máshol, hogy én ezt értem, hogy ő el akar menni, meg több pénzt akar keresni, meg több pénzt tud keresni egy ilyen fél év után. Ez egyértelmű, látszott rajta, vagy érezhető volt, hogy ő csak a pénzt nézi, tehát ő nem nagyon érdekelte maga a klub vagy az Újpest, ő mindig is a saját érdekeit nézte, ezt észre is vette az szerintem mindenki. Én azt mondtam, hogy ezzel nem ez volt a gond, hogy ő el akart menni, meg várt a nagy lehetőségre, vagy hogy egy jobb ajánlatra, de hogyha neki, ahogy te is mondtad, élő szerződése van, és volt is itt a klubnál, neki kutya kötelessége lett volna addig edzeni a csapattal, vagy kijönni Törökországba, és ezt nem csak azért mondom, mert ez így van, hanem én szerintem ez saját magának is előnyt tudott volna kovácsolni, hiszen egy csapatta készült volna, esetleg edzőmeccseken is játszik, játékban van, és úgy ment volna el külföldre, vagy egy új csapathoz, hogy jó formában. Hát lehet azt mondani, hogy nem volt profi gondolkodású ezek szerint. Hát ezek szerint nem nagyon, de hát ez az ő szíve joga. Persze nem is érdekel engem ez, el akart menni, el tudott jobb pénzért, aztán. Ezt csak azért mondtam, mert ugye a szurkolók azért gondolom legalább úgy érdekli a véleménye, a játékosok véleménye, pláne egy olyan játékos, mint a tied, aki azért ott húzza a szekeret az Újpestben, hogy mindenkinek van véleménye, és ha szeretnék tudni, lezártuk ezt a témát, elment, még azt mondom, hogy sok sikert kívánunk neki, passz. Kicsit megijesztettek bennünket és a szurkolókat, amikor egy picit megsérült, de ezen túl vagy, hála Isten, minden rendben van. Lezárjuk most már ezt a Kabát Péter féle negatív mocsvár. Elég régóta tart, úgyhogy már nem szeretnék sérülni. Persze azonnal kikezdtek téged. Hát elég sokan. Hát most mindenkinek. Hát jönnek a visszajelzések, amióta van ez a Facebook. Persze vannak ezek a különböző internetes oldalok, ezeken azért lehet látni vagy olvasni, hogy miket nyilatkoznak. Soha nem töröttem ezzel, nem kell szerintem ezzel foglalkozni, mindenkinek, ahogy beszéltük, megvan a véleménye. Engem általában ez egy eléggé megosztó személyiség vagyok, vagy szeretnek, vagy utálnak. Itt vannak, akik utálnak, Újpest érzelműm, vagy azt mondják, hogy sokat voltam sérült, és már nem kéne annyira erőltetnem. Én csak azért akadtam úgymond egy picit ki ezzel kapcsolatban, mert olyanokat is visszahallottam, vagy olyanokat is olvastam, akik a szemembe itt jópofisztak és dicsértek, és közben álltam mögött meg. Tehát most már azért már tudom, hogy kik ezek, és most már így azért nem foglalkoztam. De eddig sem foglalkoztam, csak azért, akikkel én úgy éreztem, hogy jobban vagyok, és azok itt szídnak, az azért nem esik jól. Én azt gondolom, hogy ezt a témát azzal le tudjuk zárni, ahogy mondtad, hogy nem fejezem be, dehogy fejezem be. Mert főleg ezek az emberek miatt nem. Meg magad miatt és a csapat miatt, mert hiszen azért nagyon vissza kell lapoznunk az emlékezetünkben, hiszen sokszor beszéltünk már, hogy mikor álltunk ilyen jól. Nagyon. Egyébként nagyon jól állunk, tényleg. És tegnap volt a Magyar Kupa, ott is én úgy érzem, hogy eldőlt a továbbjutás. Négybe leszünk, aztán meglátjuk, hogy kit fogunk kapni a sorsolásnál. Meg szeretnénk nyerni a kupát, ez volt az egyértelmű célunk. És hát most a Vidi egy kicsit talán még segített is. A Vidi most előnyben van, hiszen idegenben megverte a Ferencváros, de hát azért ott azért még nincs lefutva, hiszen azért a Fradit képesnek tartom idegenben is a továbbjutás, hogy kiharcolja, hogy meglátjuk. A bajnokságban meg nagyon szoros. Tehát tényleg nagyon jól állunk, másodikok vagyunk, de azért ott vannak mögöttünk. Te Peti, 8-at rúgott a csapat, most a kupa meccsen, jó alsóbb osztályú gárda ellen, de ezt pontosan tudjuk, hogy a kupában nem számít az, hogy milyen kikével játszik, lásd, Kozán Michelin, úgyhogy nem itt be kell rúgni, amit be kell rúgni.
Te nem játszottál, mert óvnak és féltenek, hogy, mert szükség van rád. De közben ugye, mivel elment a csapat gólkirálya, három csatárt is igazolt hirtelenjében az Újpest. Hát ez kihívás, vállalod, felveszted a kesztyűt? Persze, hogy felveszem, nem voltam egy ilyen idős típus, sose voltam. Persze felveszem, de egyébként én nem foglalkoztam azzal, hogy ki megy el, vagy ki jön. Tudtam, hogy fognak igazolni, hiszen a csapatnak kell. Persze, hogy kell, egyértelmű, hiszen nem voltunk eddig olyan sokan csatárok, úgyhogy ráfért a csapatra az erősítés, de inkább magammal foglalkoztam is azzal, hogy próbáljak edzeni, és olyan fizikai állapotba kerülni, hogy tudjak játszani, és tudjak a csapat segítségére lenni. Én úgy érzem, hogy ezt elértem, és majd meglátjuk, hogy mennyit fogok játszani. Az edzőm múlik, és rajtad természetesen, bár azt gondolom, hogy, és most a szemedbe mondom, mert néhányszor én a saját gondolataimat is megosztom a barátaiddal, a csapattársaiddal, hogy én azt mondom, hogy ha a Kabát Péter nem játszik 90 percet, de beszáll 30-35 percre, az azért ott az ellenfeleknek elkezd borsozni a háta. Én biztos vagyok benne, hogy nagy-nagy szükség van rád arra, hogy egy-egy mérkőzést vagy több mérkőzést is eldöntsél, mert hogy ezt a... Én nem második helybe gondolkodom, én dobogóba gondolkodom körülbelül. Ezt valami úton módon meg kéne tartani, ezt a szurkolók most már elvárják. Hát igen, ahogy mondtad, nagyon jó lenne a dobogón végezni, hiszen az egy nagyon szép évet zárnánk, hogyha a dobogón is megnyernénk a Magyar Kupát, szerintem azzal mindenki elégedett lenne a klubnál, meg a szurkolóknál is, és ahogy mondtad, majd meglátjuk, hogy mennyit fogok játszani, vagy mennyire fog beállítani a vezetőedző. Én mondom még egyszer, végigcsináltam az alapozást, kemény volt, napi két edzéssel plusz meccsek, de hát ez volt a cél, hogy meg tudjam csinálni sérülésmentesen. Aztán majd hogy egy fél órát, vagy 20 percet, vagy egy fél időt, vagy kezdőként, azt majd a vezetőedző eldönti. Ez az ő kompetenciája. Persze, mindig pontosan. Így van, nem is ezért mondtam. Viszont azt szeretném mindenképpen megkérdezni a szurkolók nevében is, hogy egy-egy új játékos, mondhatnám, hogy erősítés, ugye most egy fiatal srácot is leigazoltunk, és két, hát a Lencsét, tehát meg a Lázok is érkezett, ők rutinos játékosok. Mennyi idő kell szerinted arra, hogy felvegyék azt a ritmust, azt a stílust, hogy úgy beépüljenek a csapatba, hogy ahogy elvárják? Én szerintem... Mert nagyon rövid az idő, azt nagyon tudom. Rövid, meg a bajnokság is rövid, hiszen itt április végén vége a bajnokságnak, a kupa dönt, azt hiszem május elején van. Úgyhogy itt februárban egy-két és fél hónap alatt így lemegy minden az EB miatt, hiszen tudjuk, hogy hála Istennek kijutottunk. Szerintem ez a két játékos, tehát ahogy mondtad is, hogy rutinosak, tehát mások csapatban megfordultak, sok gólt rúgtak. Én szerintem nem lesz gond a beilleszkedésükkel, szerintem nem lesz sok idő, hogy beilleszkedjenek. Én mind a két játékost értelmesnek és jó játékosnak tartom, és biztos, hogy hasznára lesz a csapatnak mind a kettő, hogyha a vezetőedző is úgy látja, hogy berakja őket. Szerintem nem kell sok idő. Hát vagy nagyon remélem, hogy nem kell, hiszen kell nekünk is a segítség. Hát úgyis a pályán dől el minden egyértelműen. Régen volt ilyen egységes az Újpest, ezt el lehet mondani, hiszen a bajnokság vége, tehát az őszi idény vége felé látszott az, hogy a helyén van szinte mindenki. Vagy mondhatnám, hogy a helyén van mindenki. Mi történt? Mesélj már nekem valamit, mert hiába voltál sérült, azért ott voltál a játékosok között, ott voltál az öltözőben. Mi változott meg? Varázsütésre történt valami? Hát én azt mondom, hogy egy jó szerep, vagy egy jó szereplés, ez azért szerencse is kell. Tudjuk, amikor nem nyertünk és negatív szériában voltunk, akkor is ugyanígy próbálta a csapat megvalósítani, amit az edzőm kért. Tényleg, hogyha nem jönnek az eredmények, akkor még a kapufáról is kifelé pattan. Én úgy érzem, hogy volt egy-két olyan meccs, ahol megfordult, ahol kicsit szerencsésebbek voltunk, és onnantól kezdve elkezdtünk nyerni. Lekerültek talán azok a terhek a játékosokról, amik addig nyomták őket. Megfordítottunk olyan meccseket, amiket régebben nem tudtunk, és onnantól kezdve elkezdtünk egy olyan szériába
szerepelni, meg játszani, ami csak így felfelé hívett, és úgy megjött az önbizalma mindenkinek, nagyon eltalálta én szerintem a csapatot, a vezetőedzőnk, mindenki olyan formába került itt az ősz végére, hogy tényleg bomba formába, és jöttek az eredmények is. És ahogy jöttek, mindenkinek megnőtt az önbizalma, és onnantól kezdve én sajnáltam, hogy vége lett a bajnokságnak, hiszen tényleg egy olyan szériában voltunk, hogyha még tart egy pár meccsig, szerintem azokat is megnyertük volna. Tudod, milyen érdekes ez, amit mondasz, hogy a negatív széria, pedig az sem volt olyan igazándiból negatív, mert csak X-ek voltak. Hát jó, de csak az X-en a három, sokat nem érsz a három pontos, pontos persze, az X az két pont veszteség. Persze. És ott egyet nyert, vagy kettőt a csapat, vagy egy másik csapatot már egyből megelőzött. Úgyhogy ugyanígy van most is. Tudjuk, hogy másodikok vagyunk, tudjuk, hogy nagyon szoros, hiszen egy pontokkal, kettő-hárommal vannak mögöttünk. Úgyhogy itt nagyon észnék kell lenni, és úgy kezdeni, hogy hát egy győzelemmel. A kedves nézők majd ezt a beszélgetést már akkor is fogják hallgatni, amikor a Videóton elleni első, amikor megnyertük a meccset. Első mérkőzést abszolváltátok. Hát ugye azt el lehet mondani, hogy ők farkasélyesek lesznek, és önbizalommal teli, hiszen megverték a Fradit. Na mi lesz? Ugye már elmondtad, hogy és megvertük a Videóton címmel. Hát úgy legyen, amikor ez adásban lesz, akkor már tényleg vége ennek a meccsnek. Biztos, hogy nehéz meccs lesz. Tudjuk, hogy azért a Videóton ott van mögöttünk harmadikok. Jó játékos állománnyal rendelkeznek minden egyes posztra. Egységesek. Most biztos, hogy ez a kupa győzelem itt a Fradi pályán plusz erőket fognak nekik adni. De hát én úgy érzem, hogy itthon, hazai közönség előtt én szerintem papíron úgymond egy kicsit az esélyesebbek, de hát azért ilyen meccsen azért egy-egy nüansz fog dönteni. Jó lenne itthon tartani a három pontot, és akkor lépnénk négy ponttal a Videóton előtt, akkor egy kicsit, én úgy mondom, hogy bebiztosítanánk egy ideig a második helyet, bár itt a három pontos rendszerben nagyon nyugodt nem lehet az ember, de egy nagyon nehéz meccsre számítok én. Hát minden mérkőzés nehéz ebben a bajnokságban. Ma már tényleg azt kell mondani, hogy az idézőjelbe vett kis csapatok ellen sem lehet úgy pályára lépni, kiküldöm a cipőmet. De ahogy is itt nincsen, itt az utolsó helyzet csapat ellen is úgy kell, pont beszéltük, hogy maximális koncentrációval és olyan önbizalommal, mint ami most van a csapatnál. Nagyon jó a társaság, az új játékosok is, én úgy érzem, hogy beleillenek a képbe. Nem lehet gond ezzel, hogy nem leszünk egységesek, de hát itt mondom, elég nehéz széria előtt állunk, mert utána az MT... Fogjátok bírni? Hát mindenképpen bírni kell, hiszen ezért készültünk, ezért edzettünk. Utána MTK, Debrecen, megint MTK, azt hiszem így van az első négy forduló, úgyhogy nem egyszerű. Hát figyelj, MTK, Debrecen, megint MTK, hogyha a Videótont hozzáveszünk, ez 4x3, 12 pont. Akkor már megközelítettük a Fradit. Legyen így. De én azt mondom, hogy ebből a 12-ből 9-10 megvan, az már egészen jó. Hát a 10 azt mondom, szerintem az aki egyeznénk. Optimális esetben itt a vége felé, hogy kérdezzem meg, optimális esetben hol végezhet az Újpest ebben a bajnokságban? Tudom, hát, nagyon nehéz a kérdés, éppen azért, mert hát egy-egy mérkőzésen csúszhat minden. Hát igen, itt egy vereséggel le tudsz csúszni a negyedik, ötödik helyre, egy győzelemmel ott vagy megint a második helyen. Hát jó lenne, ahogy mondtad is, meg amit szeretnénk, hogy dobogon, hát minél feljebb. Jó lenne megtartani itt a második helyet, de én szerintem mindenképpen az első a kupa. Én azt előrébb helyezem, szerintem mindenki így van ezzel, szurkolók, vezetőedzők, játékosok, hogy a kupát megnyernénk, és mondjuk harmadikok lennénk, szerintem az egy szép. Ezt így írásba adnátok, hogy ez így rendben van. Kupát megnyerjük, meg harmadikok vagyunk, én szerintem ezt mindenki aláírna. Én azt gondolom, hogy erre lehetne is majd alapozni. Szerintem ez benne van a csapatban. Biztos, hogy kell szerencse, kell, hogy ne legyenek sérültek. A csapatban kell egy optimális, egy pozitív hangulat az öltözőben, ami meg is van, meg egy jó adag szerencse. Nem engedlek el úgy, hogy ne kérdezném meg azt, hogy ha már mondtad, hogy szerencsére kim vagyunk az Európa-bajnokságon, hogy fog játszani a magyar csapat szerinted? Hú, én már tehát mindenki, az egész ország örült, hogy kijutottunk, hiszen nagyon régóta nem voltunk itt ilyen világeseményen. Fantasztikus volt, kim voltam én is a itthoni Norvég meccsen.
azt átélni, tehát tényleg borsoltott a hátunk a lelátón, nemhogy akik játszottak, vagy akik ott voltak a pályán, azok mit élhettek át. Fantasztikus volt, le a kalappal a srácok előtt, meg itt mindenki előtt, itt az egész ország előtt. Én szerintem elég jó csoportba kerültünk, bár itt nincsen könnyű ellenfél, ahogy szerintem ezt mindenki tudja. Szerintem papíron azért kaphattunk volna egy sokkal nehezebb csoportot is. De én itt azt mondom, hogy egy jó rajtal, mondjuk egy győzelemmel, ami azt hiszem az első meccs Ausztria, nagyon nehéz mérkőzés, tehát jók az osztrákok. Mindenki jó. Tehát itt szerintem bármi benne lehet. De én azt mondom, hogy ebből a három csoport meccsből egy 4 pontot tudnánk szerezni, azzal szerintem tovább lehet jutni. Legyen így, és már most meghívlak a tervezett bajnokteraszunkra, mert ismételten lesz bajnokterasz. Köszönöm és szépen. Milyen jó lesz, képzeld el, ott beszélgetni. Majd legfeljebb te leszel a riporter, és engem kérdezel. Jó. Arról milyen jó lesz majd beszélgetni arról, hogy az Újpest jól szerepelt, az Újpest megnyerte a kupát. Megnyerte a kupát a bajnokságban is az. Dobogon van, és ott együtt szurkolhatunk és a magyar válogatottnak. Így van, Péter? Így legyen. Legyen ez a végszó. Maradj ugyanilyen. Köszönöm. Nehogy megsérülj, ne hozz ránk frászt, és rúgd a gólokat. Köszönöm, hogy itt voltál, Petike. Én is, Gábor, köszönöm.